Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. Sziasztok! Attól függetlenül, hogy itt van a június, hát a kertészet az nem áll meg, a kertészek élete nem áll meg. Látjátok, rengeteg mindent át kell palántáznom, most nem is tudom, hogy mindent láttok-e. A paradicsomtól kezdve a virágokig, a fűszernövényekig, tényleg mindent át kellene palántáznom. Ezt már én meg kellett csinálni, hozzátartozik, bár júniusban se vagyok elkésve. Ezek ilyen másodvetésű virágok, meg az első vetési paradicsom. A paradicsomot azt azért fogom most átpalántázni, mert kb. Még olyan két hét még a borsó beérik teljesen, és addig is, hogy egy kicsit jobban tudjon gyökerezni, ezért mindenképpen ajánlott átpalántázni, hogy egy kicsit még nagyobb legyen a habitusa, azt a két hetet is megnyerem vele. Nem fogok mindent teljesen végigmutogatni, de úgy szép lassan sorjába elkezdem csinálni, és akkor mutatom, hogy melyik virágnál mire figyelek. Különben a módszertan szerintem szinte mindegyiknél ugyanaz lesz. Nem csak átültetés lesz, hanem lesz vetés is, mert már kell gondolni a 2024-es évre is, de ezeket is majd mutogatom szép lassan sorjába. De először letakarítom itt az asztalt, és akkor kezdem a szegfűvel. És akkor a szegfű, hát nagyon-nagyon elszaporodott már az edénybe. Teljes egészében benőtte a cserepet, a neki szánt cserepet. A szegfűt azt érdemes ilyen 5, maximum 10 cm-es tőközzel elvetni, vagy átültetni. Ezért itt nagyon óvatosan, ami nem kell fölösleg, azt elrakom félre, próbálok különböző kis töveket létrehozni. Jó, első körben ennyit elég lesz a bemutatáshoz, a többit úgyis meg kell csinálnom egyesével. Fogok egy ilyen tejfölös dobozt, megtöltöm a földdel, és megnézem, hogy körülbelül milyen mélyre kell, hogy kell egy kicsi bele. 3 darabot átültetek a szegfűből, sőt lehet, hogy 4 is lesz belőle. Azért ide a szélére ültetem át, mert így jóval könnyebb lesz majd kiültetni innen. Ezeknek a kiültetése július körül fog megtörténni, addig még bőven van idejük itt fejlődni. Most egy kicsit földes lesz a levelük, akár a sziklevelük is, nem akkora probléma. Jó, ennyi. Nem tudom, mennyire látszódik. Ennyi a történet, és akkor most meg kell csinálnom a maradékkal. Nagyon-nagyon sok mindent kell csinálgatni. Ha látjátok, hogy ilyen nagyon-nagyon közel van, akkor az egyiket csak le kell tépni, aztán az kuka, a maradékot meg majd elülteted máshova. Igyekezzetek a szép habitusú, a szép növekedésű virágokat kiválogatni. Úgy is van belőle bőven. Akkor jöjjenek a paradicsomok, hát nem olyan szépek, mint amennyire szeretném ezek, mert amit már kiültettem, azok azért teljesen más típusúak, de ebből is gyorsan-gyorsan csinálok néhány palántát. Természetesen odafigyelve, hogy azért a szebbeket veszem ki, mondjuk úgy gaz nélkül, mert az sose jó a kertbe. Itt is természetesen ki lehet szelektálni a szebbeket, ami már nem is akar kijönni, azzal nem is foglalkozok. Természetesen ezek azért ilyen kis csófaltak szegénykék, mert látjátok, teljesen benőtték már ezt a kis földkockát. Hát maradjunk annyiban, hogy tápanyag hiányosak. De most gyorsan megoldom nekik a problémájukat. És egy hónap múlva, és hát két hét múlva, amikor már át lehet ültetni, ki lehet ültetni a kertbe, akkor már nagyon jól fognak mutatni. Még 2 darab ilyen sárgát is kiveszek, csak összekeverem őket, bár eléggé más a habitusuk, szóval nagy valószínűséggel
Szóval nagy valószínűséggel nem fogom összekeverni. Szóval van két sárga, meg nem is tudom mennyi koktélparadicsom. Ezt csak azért hívom koktélnak, mert hogy saját magfogás, nem tudom, hogy igazából mi a típusa. Na, csinálom ezeket is. Ilyen nagy tejfölös dobozba fogom átültetni őket. Teszek az aljára egy kis földet, és már most jóval mélyebbre ültetem, mint ahol volt. Ennek köszönhetően valószínűleg nagyobb-nagyobb, sokkal nagyobb gyökeret fog ereszteni, és egy-egy ilyen cserébe három darabot rakok. Természetesen a végén mindent be kell locsolni. Jöjjenek a kis kedvencek, a vinkák. Ezek tavalyi magfogás eredményei. Ezt kettesével fogom átültetni. Nagyon óvatosan kell mindent is csinálni. Ó, még víz is van alatt. Nem is tudom, hogy csináljam. Erre lehető legtöbbet meg akarom menteni. Úgy, hát most azt hiszitek, hogy nagyon durván bánok vele, de nem. Csak egy kicsit. Arra nagyon figyelek, hogy a gyökértet a lehető legkevesebbet sérüljön. Megpróbálok három darabot átültetni. Jó. Ha véletlenül mind a három sikerül, semmi gond, van, tökéletesen jó helye lesz a virágos kertbe. És azért kell ilyenkor is egy kicsit a virágokkal foglalkozni, mert azokat a virágokat, amiket márciusban elvetettünk, vagy kiültettünk, azok július közepére azok el fognak virágozni. Azokból már nem lesz semmi. És ha azt szeretnénk, hogyha sokáig virágzó legyen a kertünk, akkor bizony-bizony ilyenkor ezzel is kell egy kicsit bíbelődni. Amit igyekszek elérni, hogy kicsit az oldalfal megtartsa a növényeimet, azért is ültetem ide a szélére. Ezáltal kicsit könnyebb dolgom van a vetésnél. És akkor jöjjenek a sóvirágok, és ugyanezt a módszert fogom követni, folyamatosan ültetem át őket, ültetem hármasával, négyesével egy-egy nagyobb cserébe, most bízok benne, hogy hát július közepére olyan szinten megerősödnek, hogy ezeket bármikor ki fogom tudni ültetni, bár lehet, hogy már július elején is meg tudom ezt tenni.